Ebbe tudsz értelmesen beszélni. Hát kérem szépen, kicserélte. Mindig van jó működője. Szüksége is van rá, mert nincs jó a nemi élete nincsen. Na, mindegy, kérem szépen. Na, menjünk tovább. Kérem szépen, ezt nevezem én azért szórakozásnak, ugye? Ez kell a magyar embernek. Jól érezzük magunkat, te sokáig, ugye? Nem a izé a X-faktor, meg a megaszar, meg az a kizakulik. Nem, hát komolyan, nem? Jaj, gyerekek. Ki nézi a X-faktort, ott ki nézte? Nyugodtan be lehet vallani, ja, nézted te, jaj te, hallgattad is, vagy csak nézted? Jó, ki volt a kedvenced? Majd csak ki a kedvenced? Nincs kedvenced? Nézed te senkire, jaj, mindjárt férjedtől kapsz egy popot. Na, kérem, figyeljetek, nekem a izé a Zambó Krisztián volt a kedvenced. Ki szerette a Zambó Krisztián? Senki? Ha nem, nem tudjátok, hogy kell Zambó Krisztiánt hallgatni. Hát az a rendes gyerek volt. Hát kérem szépen, megtanítalak itt neked, hogy kell Zambó Krisztiánt hallgatni. Figyelj, kiraksz magad elé az asztalra egy üveg pálinkát, ugye? Abban kezdődik. Hát jól indul, ugye? Jól indul. Rakják ki kettőt, ha itt a szükséged van rá. Na kérem szépen, amikor a Krisztián véletlenül hamisan énekel, akkor egy feles lehúzol. Érted? Na most én garantálom neked, hogy egy perc úgy be leszel állva, hogy azt se tudod, hol vagy. De nagyon-nagyon vidám bújsod nyugodottan, nagyon rendben. Nagyon szeretem a Krisztián meg a pálinkát, ezt a kettőt. Ki szereti a pálinkát? Na, azért ugye? Ugye kérem? Egyből nagyobb az egységfront, kérem?
Egyetlen baj van a pálinkában, hogy nincs, aki behozza ide. Éne nekem egy rendes asszony, aki behozza a pálinkát. Kire gondoltál? Hát nem tudom, itt van itt jelentkező. Rendes asszony. Ki hozná be a pálinkát? Alig bőve, hát van. Mondjuk a szívós szemű Márta? Szívjon. Szívós szemű Márta. Ki az, aki ismeri a szívós szemű Mártát? Én azt mondom neki, hozzad, hozzad, te szívós szemű Márta. Nézzük a kutyúbe! Na gyerünk! Asszony, egy jó kis nyári sláger! Porcu Géze! Szavaim nincs a bla-bla, gázás, mint a könnyű pirkus szár. Bátorságom meghozza a vinta, belészegem kivisz haza már. Próbálunk. 23 éve próbálunk, de nem sikerült, de rengeteget próbáltunk a 23 év alatt. Hát persze, kerek is, gátlás oldóhoz biztos, hozzad, hozzad, te szívós szemű Márta. Nagyon szépen köszönjük, lassan műsorunk végéhez érünk egy művész házaspárral. Búcsúzunk már, kik lehetnek ők, mit gondoltok? Mindenki ezt mondja, nem nyugodjatok meg, nem a Korda, Balázs Klári nem is a Tornyán házaspár következik, hanem egy sokkal fiatalabb csapat, SP és Fluor Tobi. Hát miért? Hát ezek olyan szépen élnek. Ezek soha nem veszekednek. El tudják dönteni, mit nézzenek a tévében. Mi legyen a vacsora. Állítólag egyetlen egy dologban nem tudtak megbékélni, hogy ki vigye le a szemetet. Képzétek el, ezt úgy oldották meg, kiadták CD-n. Hölgyeim és uraim, következik Fluor Tobi és barátaim!